filmrendező, producer és forgatókönyvíró. Vitézi László a vendégem a Pesti TV. És világosító. És még hosszasan sorolhatnánk, operatőr. És segédoperatőr és operatőr. De lesz időnk minden ilyesmit kibeszélni. Hogy? Lesz időnk minden ilyesmit kibeszélni. Vitézi László ma este a vendégem a Pesti TV identitás erősítő portré műsorában. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. És én azzal kezdeném a beszélgetést, hogy nem olyan régen találkoztunk személyesen, pont az El című filmnek a díszbemutatóján, és hogyha már szakmabelivel találkozom, mi a véleményed a filmről? Kapott hideget, meleget? Neked hogy tetszett a film? A célját elérte egy nagyon jól megcsinált hollywoodi film, hollywoodi stílusú film. Mondjuk nem én vagyok a legjobb alany, mert mint filmrendező, tehát egy filmrendezőnek van egy saját stílusa, amihez ragaszkodik. Nem az én stílusom, de mint néző nagyon tudtam élvezni, és mivel nekem az egyik legfájóbb életbeli problémám a maradék szocializmus és köztem, az például ott zajlott le élőben. Mi ott voltunk a feleségemmel együtt, az Orbán Viktor beszédét hallgattuk, és akkor ottan jól éreztük magunkat. Én kicsit magasabb vagyok a többi embernél, és átláttam a fejük fölött, és egyszer csak azt látom, hogy nem egy McDonald's van, valamilyen más ilyen népélelmezési szervezetnek a portája előtt, ilyen 20 magas, majdnem egyforma ruházatú, nagyon jól öltözött, bőrkabátos fiatalember jött össze. És érdekel mindig, hogy kik vannak ott, mit csinálnak, és még a beszédnek, és egyszer csak, mint az őrület, ezek szétfricceltek a tömegbe, és elkezdtek üvöltözni, hogy ölik a magyart, ölik a magyart, lövik a magyart. És akkor utána kezdett el hallatszani, hogy lőnek. Tehát ők előbb tudták, hogy lőni fognak, mint én, aki ott álltam. És ugye a nagy tömeg volt, a beszéd után feloszlott volna, és a Deák téren, üvöltözték ott, de szanaszét futva, és hát egyszerűen mondtam a feleségemnek, én egy hadviselt ember vagyok, most egy helyre nem megyünk, a Deák térre. Szépen a másik oldalra, a Gellérszáró felé elmentünk, hála Istennek ennek következtében nem láttam azt, mert ha én arra keveredek, akkor biztos, hogy az én szememet lövik ki, vagy engem mindig kiszoktak szúrni a tömegbe, a gumibottal, meg mindennel, tehát hogy az velem előfordulhat, mit tudom én hány évvel a rendszerváltás után, hogy elkezdjek menekülni, és a feleségemet megmenteni, és ez egy milyen nagy dolog. Ezt nem gondoltad volna, viszont hogyha már 2006-ról beszélünk, akkor ugye... És a film kapcsán, és ez most előjött, ugye, és elő tudott jönni ez a dolog. Tehát elérte a film hatásával nekem, ugye, nekem eleve is ez volt nyilvánvalóan a véleményem, de a film hatására még inkább ez lett, és teljesen az volt az én érzésem, hogy egy nem hézakpótló vagy hiánypótló, hanem egy döbbenetes történelmi tényt hallgatnak el, smírolnak el, ez maga ez a tény, hogy ott fölkészült lovas rendőrök, kardlapozó, rendszám nélküli rendőrök, és nem rendőrök, mert ezt még senki nem derítette ki, és én kimondom, nem rendőr mozgása volt azoknak, akik ott megtámadták a tömeget. Sokkal inkább birkózó mozgás volt. A rendőr az boxoló mozgásban van, nem birkózóban. Tehát vagy ki van képezve az igazi rendőr, hogy hogy kell eljárni fizikai kontaktus esetén, és én nem egyen, ki lehet keresni ezt szerint a megmaradt anyagok közül, hogy van, aki ilyen birkózó mozgással megy az emberek felé. Na most ez annyit jelentett rögtön az én számomra, hogy ezek nem csak rendőrök, hanem máshonnan idehozott emberek. Volt mindenféle kósza hír erről, most se tudok semmit bizonyítani, de ha hisznek egy filmrendezőnek, akkor az a mozgásból is meg tudja ítélni a történések lényegét.
Ezen kívül még azt is, hogy volt egy ember, aki nagyon járatos a római parton, és ő mondta, hogy a rómaiak szállásolták el ezeket. Ott vannak ilyen ifjúsági hotelek, vagy mindenféle nem lakott télen, vagy ebben az időben nem lakott szállodák, és vidékről onnan odahozták fel a rendőröket. És én megkérdeztem egy-két rendőrt, hogy honnan jöttek. Csak úgy véletlenül. Hát kaposvári volt az egyik, kecskeméti a másik, tehát itt van még mit kideríteni. Még mind, a mai napig is igen, nyitott igen, kérdés. Igen. Tehát igazi dokumentumfilmet is kéne erről csinálni. Egyébként, hogyha már ugye 2006-ról beszélünk, és a te életedről beszélünk, 1940-ben születtél Budapesten. Tehát, viszont ugye, ha már mondom, a 2006 és az 56-os eseményekről is emlékeztünk ugye nemrégen október 23-án, 1956 téged fiatal emberként ért. Milyen hatással volt rád 56, hát akkor 16 évesen, és a későbbi életedben, is kérdezem, mert ugye, hogyha jól emlékszem, a CDF még egy filmet is kért, hogy készítsél 56 kapcsán. De beszéljünk először arról, hogy a te fiatalkorodban ezt hogy élted meg? Az én valódi életemben, ha ugyebár voltam fiatal is, nehéz elhinni. Most is az vagy. Úgyhogy... Hát 16 éve, igen. Tehát akkor mondjuk 16 éves voltam, és nagyon aktívan fociztam mindenhol, ahol labdát láttam, de még gombfociztam is. És 56 legelején mi éppen gombfoci világbajnokságot rendeztünk Rákosligeten, ahol mérnökök, joghallgatók és egy csomó felnőtt ember volt, és nekem volt egy nagyon jó gombcsapatom és egy eredményes gombcsapatom, Jugoszlávia néven vettem részt a gombfoci világbajnokságban, amikor hát valahogy ottan dönteni kellett, hogy most a gombfoci világbajnokság döntőjét rendezzük meg, vagy megyünk valami információ után, hogy mi van. Hát mi maradtunk a gombfoci döntő mellett. Foci az foci, ugye? És hát ezt le kellett játszani. És akkor utána a barátoktól, meg ettől, tehát iskolával, hát egyből tanároktól nagyon... hogy azt mondjam, normális tanáraink voltak, és elmondtak mindent nagyjából, hogy mi van. Hát az első terrorautóra én fölültem, ami szedték össze a gyerekeket, minket, fiatalokat, már egyetemisták voltak rajta, hogy gyertek, és felszálltam, és ott álltam már rajta egy csomó ember, mint ahogy látszik a filmeken, de ki is mondom a nevét, nekem volt egy első szerelmem akkor. És az leszedett. Hoppá. Érted, olyan volt, akkor ezen múlt lényegében, hogy indultunk volna, azt akartam mondani, hogy nem mentél el. Az iskolatársam, akiben én szerelmes voltam, könyörgött, hogy ne menjé. Gyere le. És 16 évesen ez győzött igen, meg, igen, hogy nem mentél el. Nem mentem. És ugye láttuk, hogy mi történt nem később. Nem focizni mentem vissza, hanem addigra már teljesen informálódva, hát amennyire lehetett. Akkor végignéztem a Rákosligeti rendőrséget, hogy foglalta el 20 egyetemista. Egyből bementünk mi is, szétszólt, irattak minden. Rögtön megtanítottak kezelni a karabélyt. Tehát a puska az ott volt, és nem volt idegen, hogy az ember gyorsan megfogja, mert itt egy lehetőség. Olyan helyzet volt. Igen, olyan helyzet volt. És furcsa volt, hogy vannak bátor emberek, akik ezt fölvállalják, és teherautókon mennek, és a környező településeken megállnak, a rendőrségeket elfoglalták. És hát azért mondom ezt ilyen részletesen, mert soha nincs arról szó, hogy ez egy ilyen nagyon gyors folyamat volt. Nagyon gyorsan előkerült a nemzeti színű zászló, nagyon gyorsan életre kelt. Ugye ne felejtsük el, mikor volt 1948-56-hoz képest 8 év.
48-ban vették el a parasztok földjét, 48-ban vették el a kereskedők üzleteit, 48-ban vették el az egyházi iskolákat, 48-ban államosították a mit tudom én, a méneseket, és mindent, mindössze 8 éve vettek el. Az mindig kimarad, hogy még élt a sértett nemzedék, amelyik egyszer csak tulajdon nélkül maradt, és befolyás nélkül maradt, és nem csak a pesti srácok voltak, hanem a régi tulajdonosok. A magyar emberek. A magyar, mind, a fele magyar ember, mert hát mondjuk a másik fele meg elvette. Ez tükröződik a mai napig. És egyébként pont ez az 56-os emlék, élmény, ez milyen hatással volt a későbbi életedre? Tehát, hogyha valaki mondjuk megnézi a filmes munkásságodat, akkor az jól látható, hogy még a szocializmus vagy kommunizmus idején is a szocializmus ellenesség, amikor ezt nem nagyon lehetett felvállalni, hát te akkor is felvállaltad. Hát nem felvállaltam, hanem én nem tudtam más csinálni, de fölmértem azt is, hogy ezt nem lehet. Hát a főiskolára nem vesznek föl. Miért kapnék én egy fillért is arra, hogy filmet csináljak? És akkor ilyenkor milyen megoldás születik? Tehát, hogyha kritizálni nem. Van két megoldás, az egyik az, hogy aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. De hogyha végül is valami jó felvételt akarsz készíteni a disznó étkezési szokásairól, azért csak oda kell menni közelbe. Tehát ugye a helyzet az volt, hogy engem nem vettek föl, és mindig az volt ugye, hogy először gimnázium, illetve igen, a gimnáziumba, hát ez is egy sztori, de hát elmondom, Rákos Csabai pékségnél, ezt nehéz ma elképzelni, körülbelül 300 ember állt sorba, hogy mikor lesz a sütésnek vége. És a legelején a sornak egy Géci nevű iskolatársam állt, egy szallaggal a vállán, és egy fegyver volt nála. És én ott voltam kb. 50. a sorba. És egyszer csak szólt, hogy menjek oda, oda mentem, azt mondja, itt a Stukker, meg itt a, én, itt a szallag, hazamegy ebédelni, mert nem övet másfél napja. Hát én meg ott majd jövök vissza, de mondom, siessé, és ugye én azt a kis üzletet megcsináltam magamban, hogy akkor már biztos nem a sor végére kell állnom, hogyha visszajön, és a kenyér meg lesz Rákos Csabáról. És visszajött, tényleg előrébb kerültem, az üzlet megtörtént, de azt nem tudtam, hogy az orosz tanárnőm is bennállt a sorba. Nem ismertem föl. Amikor az első óra volt a gimnáziumban, és mi angolt kezdtünk el tanulni 56 hatására, hogy azonnal milyen nyelv, és akkor angol, de végül is ez volt valami óra, ahol ez a nő bejött, és akkor elénk állt az osztály, ez egy csupa filmjelenet, ami nem készült el. Az osztály elé állt, és akkor ilyen hullat csönd volt, és ezt csak elkezdett énekelni, hogy Szajúz, Nyerusim. És akkor nézte, hogy énekeljenek. És hát nem énekelt senki. Odállt elém, egy akkora pofont adott, hogy azt hittem, kiúrik a két szemem. Ilyen mai szemmel ez ilyen elképzelhetetlen jelenetek. És egyébként hogy olyan eseményeket éltél át, ami mindegyik egy film jelenet. Te gyerekként már felismerted, hogy mindegyik egy film jelenet, és ezért lettél filmrendező, vagy ezt így utólag gondolsz vissza? Utólag. Na de miért lettél filmrendező? Majd elmondom. De és akkor ez a nő, hát a Juhász Jelnő volt a fantasztikus tanárom, meg nagyon jó tanárom voltak, említettem, ezt kivéve. És én tudtam, hogy ő mindig ragaszkodott hozzá, hogy a gimnáziumnak 3 évig kellett javasolni, hogy bírják kijátszani, mert mindig ráíratta, hogy nem javasoljuk tovább tanulásra.
De mondjuk volt egy másik átok, hogy én egy egyéb származású, hát apa, szüleim révén egyéb származású voltam, ami egyébként is kizárt a tovább tanulásba. Na, szóval, hogy arra válaszoljak, hogy hogy lettem mégis filmrendező, hát az egy nagyon nehéz menet volt, mert először a film... Egy Daubner nevű gyártásvezető apámnak valamilyen távoli ismerőse volt. Ugye apámat kisemizték, és villanyszerelő segédmunkás lett a Rózsadombi villából, és egy hatalmas nagy tulajdonból, de mindegy, ezt most nem részletezzük. A Színésznő című filmemben benne van a tollas történet, amiben szimbolizálja az egészet, hogy szóval, hogy ő, hogy látja, hogy se, hát nem tudok mit kezdeni, hogy elintézte először azt, hogy üvegtechnikusnak talán fölvesznek, meg ilyen, hát ilyen szakmák, és aztán kiderült, hogy gyártásvezető, vagy, és akkor jött haza, hogy, hogy ő elintézni, hogy én világosító legyek a filmgyárba. És akkor mondom, jó, hát megyek a filmre. Jól hangzik, hát, kipróbálom jól hangzik. Magam. És de mi az a világosító, nem? Bementünk, ott várt ez a Daubner barátja, és egy Révén Sándor nevű a világosítók főnöke fogadott, és az volt a dolog lényege, hogy a világosítás tudja, hogy mi. Hát mondom, hát nyilván jönnek és kérdeznek, és nekem fölvilágosítanak. Akkor képben voltál végül. Egyszerűen fogalmam nem volt, hogy, hogy mi az egész. Azt mondja, jó rendben van, de hogy a Daubner eltárs az mondta, hogy maga jó ember, akkor rendben, de egyet most itt fogadjon meg, hogy se segédoperatőr, se operatőr, se filmrendező soha nem akar lenni, csak világosító. Jól megfogadtad akkor. Hát természetesen. Hát akkori érvényesülésnek ez volt a lényege, hogy látszatra meg kellett felelni, és hát ez mindenbe. Tehát ott nem lehetett nem énekelni a orosz himnuszt mondjuk, hogyha ezzel provokáltak, mert akkor pofon lett belőle. És hogy... Tehát hogy kezdődött a filmkészítés, pont mondom, hát a szocializmus idején? Hát ilyen hülyeségeket tudok mondani, hogy hát meg ki fogsz rögni, hogy világosító voltam, és cigéltem a tízezes, nem ilyen lámpák voltak, mint itt, hogy hanem hogy, érted, egy lámpa az 45 kiló volt, érted, és föl kellett vinni a lépcsőn és a műterembe a hídra, tehát ez rendben van, és... Végül azon gondolkoztam, hogy hát én úgysem leszek soha Várkonyi Zoltán, ott volt a hídon, láttam, mert jobban is voltam vele, mint világosító is, megszólított, meg cigaretta szünetben, meg nem tudom én mi. És elmentem a filmgyár igazgatójához, hogy engedélyezze, hogy egy amatőr filmklubot hadd csináljak a filmgyárban. Tehát azért eléggé nevetséges buli, hogy a filmgyárban csinálják egy amatőr filmklubot. Hát, mit mondott erre? És mi? Mit mondott erre? Képzeld el, hogy mert hát és akkor megmondom, akkor Kiss. És akkor Kissbe ezt lehetett csinálni. És azt mondtam, jó, hát ezt meg lehetne próbálni. Hogy, és nem viccelek, hogy már ott voltam, hogy forgatókönyveket írtunk, soha nem felejtem el, hogy mit csináltam volna, mindegy, és akkor közben engem behívtak katonának, tehát ezért aztán összeomlott az egész. De például ezt csak úgy lehetett megcsinálni, hogy egyből azt mondták, hogy jó, hát a Kiss égisze alatt, akkor ott egy amatőr film stúdiót, vagy mit tudom én mit, hát pár ember el tud kezdeni. Tehát akkor lényegében volt... trükközni kellett állandóan? Mi? Trükközni kellett állandóan? Nem, hogy az életed egy trükk volt, na most én így tudtam megcsinálni. Hogy egy eléggé, hogy mondjam neked... Nem akarok magamról mondani semmit, de ugye egy olyan szép fiú gyerek, aki cigöli a lámpákat, meg mond néha okosakat, amiket otthon hallott, azért így fölfigyeltek. És akkor előbb-utóbb így segédoperatőr lettem, egyik operatőr maga mellé vett, hogy megtanítana engem.
sötét kamrába dolgozni, meg hát tényleg egy Váncsa Lajos nagyszerű operatőr, érted, a Magyar Természet film egyik atya, a Kollányi Ágostonnal együtt, szóval fantasztikus, amiket csináltak, és amiket tanultam tőlük. És utána hívtak be katonának, és én már úgy jöttem vissza a katonaságtól, hogy megint jelentkezni fogok a főiskolára, de most már úgy, mint pártag. Azt mondtam, hogy látom, mert egyik katonatársam ugyancsak filmészeti főiskolára jelentkezett, és őt se vették föl, és ő mondta, hogy mivel, hogy ő neki a rokonságában van XY, hát most nem akar, Major Tamás volt, élethalál ura, azt mondta, hogy ha belép a pártba, nem azért, mert hogy pártag, hanem onnantól kezdve a felvételi bizottság már nem vizsgálhatja az ő szüleinek a története. Persze, mert hogy pártag, és onnantól hát kezdve egyenes az út. És akkor igen, de azért, mert a terhelő körülményeket, hogy egyéb vagy, meg ott álltál 56-ba, azt már nem nézhetik, érte, ha fölvettek a pártba. És fölvettek a honvédségre. És akkor már úgy jöttem vissza. És akkor simán ment már. De nem, így, nem én vagyok egyedül így, de nem akarok itt ezzel a élccel másokat megbántani, mert azért ez egy durva világ volt, hogy miközben én egy keresztény nevelést kaptam, miközben apámtól mindent elvettek, miközben engem majdnem, hogy szarrá vertek 57-be a rendőrségen, ezek után nekem jó pofát kellett vágnom valamihez, mert azért, és ugye anyám, amikor megtudta, hogy mi lesz, akkor hát természetesen tragédiaként érte meg, és üvöltözés volt, és minden. Nem, katonaságtól jöttem haza egy napra ezt elmondani nekik, hogy ez így döntöttem. Mondom, nehezen fogadták, hogy így azért döntöttem, és akkor hát borzasztó volt. És aztán másnap, amikor visszamentem, apám kijött hozzám, és mondta, hogy csináld úgy, vissza kell szerezni a családnak. De érdekes. Na most elmegyünk egy gyors szünetre, és innen folytatjuk a beszélgetést. És ahogy ígértem, már itt is vagyunk, ma este Vitézi László filmrendezővel beszélgetek. Tehát ott fejeztük be és világosító. És világosítóval, mint megtudtuk most már. Szóval, hogy ott fejeztük be a beszélgetést, hogy azért a kommunizmus idején hát filmeket készíteni, vagy akár csak az egyetemre, vagy akkor még főiskolára, ugye az SFR-ről, ami ma már egyetem, de akkor még főiskola volt, erről beszélünk, hát nem volt egyszerű menet alapvetően. Na én arra vagyok kíváncsi, hogy az első filmjeidet elkészíteni, és akár itt most mondjuk nem az első, már egy későbbi film, de beszéltünk a Békeidő, szerintem az egyik legnagyobb sikerű filmedről is, amely olyan témákkal foglalkozik, vagy foglalkozott, amely az akkori rendszerben tabunak számított. Igen, de itt működik az az egész, itt hozza meg a hasznát az átverési technika, ami persze elég nagy bátorsággal kellett, hogy párosuljon, amit én kidolgoztam az egész éles stratégiaként, hogy egy TSZ-elnökről csinálok filmet. Így mindjárt szimpatikus a történet. Hát azonnal, hát egy TSZ-elnök, hol? És egy olyan filmet, amelyikben a TSZ-elnök azért harcol, hogy a falu ne üljön ki, ne szűnjön meg a TSZ. Az értelmiség tele volt gyűrűfű, meg szűnt falu, és nem tudom én mi. És itt pedig hoztak egy rendeletet annak idején, hogy a városiasodás jegyébe Dombóvár kiemelt város, és a környező falvakat meg kell szüntetni. Ezért a papot, a mozit, mindent bezártak, és én egy újsághirdetésre lettem figyelmes, hogy üres házakat biztosítunk letelepülni vágyó, dolgoskezű embereknek, és a TSZ elnök aláírása. Erre mint a dokumentumfilmet csinálni, ez egy dokumentumfilm volt, meg lehet nézni, még ma is az,
és ezt a filmet látta a Nemes Kürti tanár úr a tévébe. És akkor a titkárságáról szólt egy telefon, hogy mennék be hozzá, hogy ő látta ezt a filmet, és ez pontosan olyan, amiből kéne játékfilmet csinálni, hogy képesek vagyunk ezt, vagy vagyok-e ezt megírni. Az, hogy megrendezni, az majd nyilván, tervégeztem a főiskolát, nyilván az első filmem lenne játékfilmem, mozifilm, hogy ő ebbe segít. Hát óriási megtiszteltetés volt, hogy Demes Kürti tanár úr egy dokumentumfilm után behívott. Szalai Györgyi, a Dárdai Szalai kettősből, ő kértem meg, hogy a írást, tehát én elmentem a valóságot fölkutatni, hogy hogy volt, hogy történt pontosan, meg olyan történeteket összeszedni, amire más nem figyelt oda. És ő megírt, tehát a megírásra azért volt szükség, mert egy filmnek van szerkezete, eleje, közepe, vége, sajnos ez egy kritérium. Enélkül nehezen működik a film alapvetően. És hát ugye meg kellett előre konstruálni ezt, szövegeket, de valójában ugye akkor a Dárdai Istvánnal közösen kitaláltunk egy stílust, ami ugye az képtelenség volt, hogy a Kálai Ferenc játssza el ezt a... Pont azt akartam mondani, hogy a Nemes Kürti kérte azt, amikor ez a film az ő fejében a te alapodra megszületett, hogy a Szabó Gyula legyen a főszereplő. Szó szerint azt mondta, hogy a Szabó Gyula... És te megmondtad, hogy ezt amatőr színészeknek amatőr kell eljátszani. Hogy lehet egy filmet amatőr színészek? Mondom, már megegyeztem Cink Bélával, a NAK, vagy a mellette lévő falu TSZ-nek az erdőnkével. A valódi TSZ elnökkel. Egy valódi TSZ elnök, hogy kiválóan elbírja játszani. Na most lent ott tettünk-vettünk a helyszínen, mikor jött a Béla, hogy ő nem játssza el, mert a felesége nem járult hozzá, hogy ő filmszínész legyen. Egyáltalán a párbizottságnál is fölkapták a fejüket, hogy nem lehet egy TSZ elnök egyszerre filmszínész. És akkor jött a telefon, hogy a Nemes Kürti fölrendelt engem, hogy ez lehetetlen, hogy maga egy ilyen szerepet egy amatőrre akar bízni, nem tud eljátszani semmit. Itt a Szabó Gyula, és akkor ő legyen a... Én meg azt mondtam, hogy tanár úr, nem tudom, nem túl régen ismer engem, de hogy én emellett kitartok, és ez nagyon fontos. Megbírtam győzni. Most nem akarok. Szóval nem fenyegettem, hogy akkor nem kell, meg nem tudom, de hogy nem. Olyan érveket tudtam mondani, ami a Nemes Kürti tanár úrnak is megtetszett. És már úgy engedett vissza, hogy nyugodtan csinálja meg. Sok-sok érdekesség van e körül, de hát ez most nem egy ilyen műsornak a témája, de ha megnézik a filmet, akkor mindenki csodálkozik, hogy olyan dialógusok vannak benne, hogy emlékszik még rá, hogy ilyen volt, így beszéltek. Most lehet, hogy valószínűleg azért működött, mert hogy ez az amatőr színészi lét, és tényleg a közegből vett emberek játszották el. Hát úgy van, csak nekem arra kellett figyelni, hogy mindenkiben van játékképesség, benned is azért lett egy riporton. Igen. Most, hogyha én szeretnék eljátszatni abba a korba, akkor is megnézném, hogy kik vannak, valószínűleg benne lenné az első. Na, és várja, lehetni TSZ elnök, nem? Vagy valami ilyesmi. Hogy megnézném, hogy és ha te ugyanabba a dologba hinnél, és fontosnak tartanád, amiért én a filmet csinálom, akkor el is vállalnád. Érted? Hogyha te arról akarnék csinálni filmet, hogy milyennek kell lenni egy olyan televíziós személyiségnek, amely konfliktusokon keresztül érvényre jut, és akkor abba te részt vennél. Nagyon köszönöm, Laci. Na jó, de akkor rendezz egy ilyen filmet, beszélünk róla. Tehát ez erre alapozott. És ezért működött a film ennyire, és ezért volt ilyen nagy siker. Igen, de nem csak ez, hanem a Vörös Föld is ugyanígy működött, érted? És hogy mondjam, a rendszerváltással viszont ez megszűnt. Mert a filmen
kívüli közeg az megváltozott. Tehát a rendszerváltás előtt elég volt utalni bizonyos dolgokra, és az emberek röhögő görcsöt kaptak, érted? Mondjuk egy párbizottsági felszólalás, érted? És az, azon a nyelven, amit ők megszoktak, amit hallottak, megszólal a vászonról valaki, akkor egyszerűen érzik, hogy milyen fura. Ez a rendszerváltással megszűnt. És egyébként hogy látod, ha már itt a rendszerváltásról beszélünk, és ugye te olyan filmrendező vagy, aki a mai napig is aktív filmrendező, nem sok olyan van, aki ennyire korán kezdte, és még a mai napig is aktív filmrendező, hogy akkor beszéljünk csak az elmúlt 30 évről, tehát a rendszerváltástól napjainkig hogyan változott a magyar film? Jézusom, mit kész tőlem? Ez, figyelj, minden megváltozott, de nem kellő mértékben. De azt is tudni kell, hogy észre kell venni, hogy az áttételes hangolás a magyar filmnek, amiben mindig valami más szekundér jelentések is voltak, amitől mondjuk a Jancsó filmje, egy-egy filmjét úgy lehetett értelmezni, mintha egy népfelkelés lenne, és akkor 56 illúzióját vagy allúzióját hozta létre. Ez a másodlagos jelentés, ez megszűnt. Ilyen ma már nincs, azt mondod? Ma már másképpen lenne, ha lenne, de nincs. Ja, gyakorlatilag én próbálok meg ilyen több jelentésű filmeket csinálni, de hát, hogy nem az a lényege, hogy egy történet hogy megy végig, hanem hogy ez a történet mit szimbolizál, miért fontos az a történet, ezt ki kell emelni. Ugye a régi westernekben világos volt, hogy Amerikában, hogy azért volt, hogy a tisztesség győzzön a gonoszság fölött. És egy fantasztikus filmes téma. És itt is, most is valójában ez van, tehát annyira rejtett, hogy én nem is mernék belemenni, hogy mennyire szintjátszó és rejtett az egész, nem csak én, vagy egy ember, vagy te, vagy bárki, hanem rendszerek épülnek arra, hogy másnak mutatják magukat, mint amik. Uh-huh. Értelek, hogy... Hát érted, és hogy mit tudom, én szociáldemokraták lettek hirtelen kommunista elvekkel. És akkor egyszerűen nem érted, hogy miről van szó. És így akarják el burkolni a valódi... Hát persze, és hatalomhoz jutni, és megzavarni az emberek agyát. De mindegy, tehát hogy most is lehetne ilyen filmeket csinálni. Én egyelőre azt az előnyt, hogy Isten ennyi időt adott nekem, arra használom, hogy emlékezzek. Tehát nekem mindig is nagyon nagy probléma volt az, hogy kell egy rendőrségi megveretést elviselni. Tehát mikor úgy vernek meg, hogy semmi esélyed nincs, és megaláznak, és belöknek egy fürdőszobába, hogy mosakodjál meg, mert így nem mehetsz ki az utcára. Szóval, hogy lehet azzal együtt élni, hogy ezt nem tudják az emberek, hogy ez ilyen volt. Mert csak én voltam ilyen hülye, vagy ellenszeg, nem. Tehát neked az a cél kitűzésed, vagy abban próbálsz segíteni az embereknek, hogy olyan történeteket mesélsz el, amelyeket amúgy elfeledni. Igen, vagy olyanokat tegyek fontossá, például a családot. Mit tudom én, házasságtörés, című film, meg csinálok olyasmiket, amiket úgy érzem, hogy nagyon fontos. Viszont ez érdekes, ez a házasságtörés című film, meg maga ez a Móric iránti szeretet, hát beszélhetünk szerintem, mert hogy több Móric művet dolgoztál már át, hogy miért áll hozzád közel ennyire Móric? Hogy milyen? Miért áll hozzád ennyire közel Móric? Hát nagyon furcsa lesz, amit mondok, a dialógiai miatt hihetetlenül tudott párbeszédeket írni. És én ezt meg is tanultam tőle, amennyire lehet, vagy nem vettem át a párbeszédeit, de abban, sőt, még a történeteit, mert mondjuk egy Móric történetről eszembe jutott másik
két történet, ami nem Móricztól van, de ha ő élt volna és látta volna, akkor megírta volna. Tehát, mert hogy annak a polgári, hát nem tudom, hogy mondjam, mert vágjátok ki, hogyha nem fog stimmelni valakinek, hogy anyám is, tehát a szüleim, azok hortisták voltak. Tehát, hogyha a liptai túró, ami tízdek a liptai túró, egy vacsora volt öt embernek, és megkóstoltuk a liptai túrót, mert az volt, és nem volt több, akkor anyám azt mondta, hogy a horti rendszerben ez más íze volt. Tehát, hogy ők a sikereiket mind ahhoz a korszakhoz kötötték, és én ezt hallottam, és ebbe éltem. Tehát ez nyilvánvaló volt, hogy mi szembeállunk a világ, meg én. És egyébként ebből a szempontból is érdekes az, hogyha azért a filmes közegről beszélünk, és erről már korábban elég sokszor beszélgettünk mi is, hogy azért alapvetően az egy eléggé liberális közeg. A mai napig is hát nem, az. Ez igen, ma is. Hát engem nem szerettek a kollégáim. Hát nem szerettek, és most sem szeretnek. Hát nem azt hiszem, hogy most sem nagyon. De el voltam enélkül, mert a Dárdai Istvánnal mi tanúi vagyunk egymás életének. Tehát, hogy mondjam, ő tudja rólam, hogy milyen vagyok. A Papp Ferenc osztálytársam és operatőr kollégám tudja, hogy milyen vagyok, és ez elég nekem. De mondjuk, hogy lehet elképzelni azt, hogy mondjuk hát nem merem mondani. Nem, egyébként abból a szempontból érdekes ez, hogy tényleg annyira leuralt, liberálisok által leuralt világ. De a liberális, világ, vagy... szóval, hogy mondjam, ebben sajnos benne van a náciktól, a németektől való félelemtől, hogy mondjam, fölspanolt zsidóság, ami elképesztő szenvedésen ment át. De most az teljesen természetes, hogy a felszabadítók itt az amerikaiakkal nem tudtak összeülelkezni, itt a szovjetekkel kellett összeülelkezni. Ez egy ilyen egyszerű dolog. Na most aki a Kádár titkárságán dolgozott annak idején, hát annak a fia, az jó, hogy filmrendező lesz, vagy mit tudom én, az Acél György melletti munkatársnak a nem is egy gyereke válik aztán filmrendezővé, tehát ez nem... Ez egy következménye ennek a rohadék háborúnak, ami itt lezajlott, és hát erről ez nincs kibeszélve, nincs megbeszélve. Én szerintem nincs vége még az apák és fiúk történetének. És ezért foglalkoztat a mai napig ennyire ez a kérdés? Engem igen. De nem azért, mert bűnöst keresek, hanem mert azt érzem, hogy... Hogy ki kell beszélni. Mi? Hogy ki kell beszélni. Hát igen, de nem azért, mert szóval, hogy tudni kell róla valami módon. Tehát, hogy valahogy mindenki azon rimánkodik, hogy nagy a szakadék a két tábor, vagy az emberek között, árok van. Az ároknak nem az betemetésének nem az a módja, hogy szelidüljél le, és akkor majd baromi jó lesz, hogy össze fogunk zárni, hanem az, hogy elkezdünk őszintén beszélni. És akkor tényleg van jelentősége annak, hogy egy lopott zsidó villában lakik valaki, aki Magyarország miniszterelnöke volt, és úgy, és azt térjünk vissza 2006-hoz, és úgy tud viselkedni, ahogy viselkedett. Szóval ez számomra elfogadhatatlan. De én ezzel nem megyek ki táblával, mert van, aki olyan indulatot érez, hanem arra szeretném felszólítani mind ezeket az embereket, hogy békéljenek meg, az a világ elmúlt. Az vissza nem fog jönni. Nekik olyan jó, soha nem lesz többet, mint amikor, mit tudom én, cipőfels alsó részkészítőként egy gyáratot igazgatni, mert azt elvették a Rockenbauer méltóságos úrtól. Mondtad már a beszélgetés egy korábbi szakaszában, hogy a család
fontos számodra. Igen. Ugye a gyermekeid közül is vannak ismert emberek, például Vitézi Dávid, aki most a Közlekedési Múzeum főigazgatója, de ő volt a BKK-nak az első embere, de említhetnénk Vitézi Zsófiát is, aki a Balassi Intézetnek Brüsszelben volt a főigazgatója, most kolumbiai nagykövet lesz. A család miért fontos neked ennyire? Mit jelent számodra a család, hát a gyerekeid? Jó, hát elmondtam, hogy 10 dekadéptai túron 3 gyerek és a 2 szülő el volt este, tehát az volt a vacsora. És mondjuk minket nem tudtak segíteni semmibe. Annyiba igen, hogy anyámnak az egyetlen olyan lapos cipőjét, ami rám jött, azt szétfociztam, tehát egy cipőt jóvá írok nekik, de hát se anyagilag, se, hogy hát, és ez még érdekes módon indulatokat is keltett bennem, hogy biztos ügyetlenek vagytok, biztos nem tudtok alkalmazkodni valamihez. Hát hogy van ez? Na most a lélek viszonya a saját szüleimmel. Voltak ilyen viták. Én voltam a legidősebb fiú, és hát mindig az volt, hogy akkor mit kéne csinálni. De hát ők tehetetlenek voltak, és Amerikából küldtek nekünk, mert volt a rokonságnak egy része, aki kint élt, használt női nejlonharisnyákat. És azt gombolították otthon, mert abból lehetett újra kötni ilyen körkötőgépekkel harisnyákat, és hát éjjel-nappal ezt csinálták például. Ebből éltünk, amellett, hogy villanyszerelő lett az édesapám. De közben az elég magas szinten tudtak beszélgetni az operákról, a zenevilágáról. Otthon a legnagyobb nyomorba is szólt a Beethoven. Tehát ott nem volt olyan éhezés, hogy legalább ne valamelyik szimfóniát hallgassuk. És te meg akkor a saját életedben már úgy érezted, hogy többet akarsz adni a pont emiatt a ezt azért mondtam, vagy? Igen, hogy nem akarok többet adni. Nem is adtam. Tehát nem akarom se túlnevelni őket, se túl finanszírozni őket. Tehát mikor kellett valamire, természetesen, tehát nem erről van szó. De én nem támogattam különösebben a gyermekeimet, és azért is lettek szerintem valahogy, megtanultak érvényesülni, megtanult önállóan a szüleitől függetlenül, de azzal, amit otthon kapott, hát a Dávid az Ankis Áginak, meg nekem a gyerekem azért elég jó nevelést kapott, de nem nevelést kapott. Szóval az az igazság, hogy mi hagytuk őt, mert én legalábbis igen. De érdekes, amit mondasz, hogy... Tehát, hogy, hogy azt hinni az ember, hogy egy ember, aki megteheti... Megtehettem volna. De akkor miért nem vagy ez? Azért nem, mert hogy szerezze meg, csinálja végig. Őt nem fogják pofán verni sehol, de azért át kéne élni. És nem lehet Mama Hotelben lakni végig. Ez egy probléma. És akkor szerinted, hogyha a gyerekeidet mondjuk túl szeretted volna, akkor ma lehet, hogy nem azok lennének, akik? Hogy? Akkor nem azok lennének ma, akik ma, hogyha mondjuk túl szeretted hát volna őket? Hát ezt nem tudom bebizonyítani, de én szerintem ők nagyon is szeretnek és tisztelnek engem, de biztos, hogy azok lennének. És hogy ugyanúgy tisztelnének. Mert ez nem annyit jelent, hogy nem fognak örökölni, bocsánat. Vagy hogy nincs, nem, ez annyit jelent, hogy nekik meg kell küzdeni. A Dávidnak is, hát nézd meg, hogy mi ment keresztül. Zsófi is, szóval, és van egy harmadik gyerekem, az is dolgozik, mint egy őrület. Nem bírom nyomon követni néha. Jó. Érdekes, amit mondasz. Laci, lejárt a műsoridőnk, de én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és a beszélgetést is, és a nézőknek is nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jövő héten ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Mi vagyunk a magyarok.